Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim! A mai szentmisénket Páduai Szent Antal áldozó pap egyháztanító ünnepén a Hozsanna énekeskönyv róla szóló énekével a 216-os ének első versszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító ünnepén, média apostolainkért ajánljuk fel ezt a mai szentmisét, és az ő ima szándékaikra. Közöttük pedig ez egyik kedves rétsági média apostol leánya műtétjéért is külön imát kér ezen a mai napon. Itt a budai középső esperes kerületünkben a mai alkalommal esperesi koronát, vagyis papi tanácskozást tartunk a Tártos utcai Szent Kereszt templomban. Ehhez is kérem imáitokat, hogy esperes kerületünk papjai a papi hivatások témájában és ügyében eredményesen tudjon tanácskozni, és jó megoldásokra, belátásokra szert tenni. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat létkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én védkem, én igen nagy védkem. Kérem azért a boldogságot, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Krisztus kegyelmes,
Mindenható örök Isten, te néped számára szent Antalt, kiváló ige hirdetővé, és gondjaiban hathatós közben járóvá tetted. Hadd, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségben érezzük támogatásodat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Királyok első könyvéből. A Kármel-hegyi áldozat után Illés próféta figyelmeztette Ákháb királyt. Menj fel, egyél és igyál, mert nagy eső zuhogása hallatszik. Fölment Ákháb, hogy egyék és igyék, Illés pedig fölment a Kármel csúcsára, lekuporodott a földre, arcát térdei közé tette, és azt mondta szolgájának: menj föl, és nézz a tenger felé. A szolga miután felment, és arra felé tekintett, azt mondta: nincs ott semmi sem. Erre Illés ismét szólt neki: menj vissza hétszer. Hetedik alkalommal aztán íme egy kis felhőcske szállt fel a tengerből, akkora, mint az ember tenyere. Erre Illés meghagyta neki: eredj föl, és mondd Ákhábnak: fogasd be szekeredbe, és menj le, hogy utol ne érjen az eső. Közben elsötétedett az ég, nagy felhő, szél és hatalmas eső támadt. Ákháb tehát szekérre ült, és Jezreelbe ment, Illést pedig megszállta az Úr ereje, és derekát felövezve futott Ákháb előtt, amíg Jezreelbe nem ért. Ez az Isten igéje. Legyen veletek. És a terület. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: mondom nektek, ha igaz voltatok, nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: ne ölj. Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére.
aki azt mondja testvérének, te esztelen, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja, te istentelen, méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az oltárodon felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, és menj előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony mondom nektek, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és otthonaitokban elfogult vagyok Páduai Szent Antal személyével kapcsolatban, hiszen az ő templomában nőhettem fel, és kaptam meg szinte mindegyik szentséget, főleg a karaktert adó szentségeket, a keresztséget, a bérmálást és a papszentelés szentségét, és ugyanakkor az eukarisztia ajándékát is. Páduai Szent Antal templomában szentelt fel 40 évvel ezelőtt Lékai bíboros úr, és erre emlékezve külön újra felidézem azt a biztató gondolatot és azt a mise szándékot, amelyet a papászentelésem szentmiséjén a bíboros főpásztor felajánlott, amikor azt mondta, hogy Szent Antalnak a derűjét és komolyságát, az ő lelkületét kívánja számomra is a szentelendő pap számára, hogy Szent Antal derűjével, de komolyságával fiatal éveimet, és majd egykor az öregedő éveimet is, ha az Úr megengedi, akkor a Szentlélek örömhírének és vigasztalásának szolgálatába állíthasson, hogy a Szentlélek örömhírét és vigaszát plántáljon bele, ezt a szót használta, az emberek lelkébe. Volt alkalmam szemlélni és megismerni Páduai Szent Antalnak az életét, hiszen a bosnyák téri Szent Antal templomban, Zuglóban Kontuli Béla freskói kisebb jelenetekben, de mégis háromoldalas falfelületet betöltő nagy kompozícióban mutatják Szent Antalnak az életét. Tudjuk jól, hogy számtalan csodája és legendája is van Szent Antalnak. Nehéz lenne ezeket most mind elmondani, de hát mi is itt a templomunkban azért naponta találkozhatunk Szent Antal lelkületével és a leginkább kiemelkedő szent vonásával, az elesettek, a szegények iránti szeretetével, hiszen a szegény gondozásra és a szeretet szolgálatra, ennek figyelmeztetésére állítottunk mi is egy kedves egri jótevőnk jóvoltából Erdélyben faragott szobrot Páduai Szent Antalról is helyeztünk el a jobboldali bejáratnál, hogy az ő kiváló nagy lelkűsége mindig példaként álljon előttünk, hiszen mindig felemelte a zsugora ellen és az elnyomók, a szegényeket kihasználók hatalmaskodásával szemben az ő szavát. De ugyanakkor
ahogyan a bíboros főpásztornak a szándéka is mutatta, és rábízott engem Szent Antal pártfogására. Így valójában őt a papi védőszentemnek is tartom. Az ige hirdetés volt az, amit különleges adottságként kiemelt Szent Antalból, és az evangélium, a Szentírás ismerete, szeretete és annak üzenete továbbadásának kiváló szentje lett. Páduai Szent Antal nem itáliai szent volt először is, hanem Lisszabonban született, portugáliai szent eredendően, ott született 1195-ben, előkelő családból, de már 10 éves korától szigorú önfegyelemmel indult el az életszentség útján. Fiatalon az ágostonrendi kanonokok közé lépett, majd pedig, amikor 25 éves lett, akkor az első ferences vértanúk látásának hatására átlépett Szent Ferenc közösségébe, és remete Szent Antalról neveztette el magát. Ő is misszióba akart menni, de egy betegsége megakadályozta őt ebben. És akkor jött az a különleges fordulat, amikor 1221-ben részt vett az úgynevezett gyékényes káptalanon, alázatosságában vállalta a legegyszerűbb munkát, de aztán egy hirtelen felkérésre, az egy prédikáció hatására felismerték benne a hittudóst, aki szinte kívülről ismerte az evangéliumot és a hitszónok képességét, és így aztán 10 évig működött, mint hitszónok, ezért is tiszteljük őt úgy, hogy egyház tanító. 1231-ben, tehát 30-as éveiben, 36 évesen lépte át az örök élet kapuját, de sok jó téteménye, és aztán még a későbbi csodái is, és aztán, mint tudjuk, Páduában, ahol eltemették, éppen megmaradt a nyelve, az ige hirdető eszköze, mindez olyan nagy kultusz, tiszteletet indított el, hogy talán azt mondhatjuk, hogy a világ egyik katolikus templomából sem hiányzik, vagy a képe, vagy a szobra, mert kiváló példa, és közbenjáró, és csodatévő mind a mai napig. Ezért bízva kérjük őt továbbra is, hogy mind a szeretetünk gyakorlásában és átélésében legyen pártfogónk, és az ige ismeretében, és annak továbbadásában is. Ne feledjük az Úr Jézus szavait, amelyek a hétköznapi mai olvasmányból, illetve evangéliumból elhangzott felénk, hogy az ige hirdetése, vagyis a szeretetnek a kinyilvánítása a szívünkből indul el. Így nem lehet helye az emberi szívben a haragnak, a rossz indulatnak a másik ember felé, mert hiteltelenné teszi a mi keresztény életünket, és ezzel együtt az evangéliumról szóló bizonyságtételünket is. Tisztítsuk meg tehát szívünket, és tegyük bátorrá nyelvünket, hogy tiszta szívvel, a szeretet szolgálatával és az ige továbbadásával tudjuk mi is Szent Antal közbenjárásával az Urat szolgálni. Amen. Most pedig forduljunk kérő imánkkal Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy páduai Szent Antal közbenjárására elnyerjük az igazi bölcsesség ajándékát, és helyesen tudjunk élni. A
Add, Úrunk, hogy Szent Antal tiszteletével közelebb jussunk a keresztény élet eszményhez. Add, hogy Szent Antal példájára mi is egész lelkünkkel keressük országod igazságát. Add, hogy Szent Antal tisztaságát követve szeplőtelenek lehessünk mi is. Add, Urunk, hogy Szent Antal alázatosságával élhessünk embertestvéreink között. Add, hogy bennünket is eltöltsön, és önmagát is elemészteni kész fele baráti szeretetet. Add, hogy a ma műtét előtt álló beteg testvérünk élvezze gyógyító szeretetedet és felépülésének ajándékát. Add, Urunk, hogy a papi hivatásról tanácskozó paptestvéreink a mai napon belátásra, bölcsességre jussanak a hivatások gondozásában. Gondviselő mennyei atyánk, Szent Antalban hathatós segítőt s vonzó példát adtál. Hadd megkérünk közben járására, hogy ne csak pártfogását és segítségét kérjük, hanem példáját is kövessük az életszentségben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A Szent Antal ének, a 216-os ének második versszakát énekeljük. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el a kezedből az áldozatot, nevének kicséretére és kicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Istenünk, fogad szívesen ezt az áldozatot, amelyet készséges szívvel bemutatunk páduai Szent Antal ünnepén, hogy tanításán felbuzdulva téged dicsőítsünk, s magunkat is egészen neked adjuk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék páduai Szent Antal áldozó pap, egyház tanító ünnepén, s erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közben járására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt
Dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent van! Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte majd tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy, kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálunkban mindegy tudunk, és Isten vagyunk feltámadásodat, amit el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Hadd, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, páduai Szent Antallal, Szent angyalaiddal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan
a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt testvéreinket pedig, a templomunkban nyugvó híveket, az elhunyt média apostolokat, s mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyád, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békes, légyőzzünk mindenkor. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok én, hogy hajlítom a jövőt, hanem csak egy szóval mondod, és megjön az ember. Kedves testvérek, most a 152-es éneket énekeljük.
A lelki áldozás imájával kérjük az Úr kegyelmét média apostolainknak, az otthonaikban velünk imádkozó testvéreinknek. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te Krisztussal, az élő kenyérrel tápláltál minket. Kérünk, Krisztus legyen tanító mesterünk is, hogy páduai Szent Antal ünnepén igazságodat mind jobban megismerjük, és szeretetben tettekre váltsuk Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a szűzanyát köszöntjük a Szent Mise végén, a 183-as ének első és második versszakával, Szent Antal közbenjárására, a karitatív lelkülethez, vagyis a tevékeny szeretethez, és az ige megéléséhez kérjük a Jóisten áldását. Ezt kérem a gazdagréti testvéreimnek, az Apostol TV és Hegyvidék TV kedves nézőinek egyaránt. Az Úr legyen veletek! A boldogságos Isten szülő Szűz Mária, Szent József, páduai Szent Antal, őrangyalaitok és védőszentjeitek égi közbenjárására, papi kész föltételem által áldjon, őrizzen és védelmezzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei sereget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom szent szíve, remélek és bízom benne, Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörög érettünk, magyarok szent őrangyala, könyörög, Szent Pió és Szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk, mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk,